Mindössze egy mentőállomás épült meg abból a 22-ből, amire 11 milliárdos uniós támogatást kapott Magyarország. Az állomások olyan településeken épülnének, ahová nem ér ki negyed óra alatt a mentő. Másfél millióan élnek ilyen területeken. Orbán Viktor már egy éve bejelentette, hogy a mentőállomások megépültek, holott a legtöbb településen még el sem kezdték az építkezést. Az MSZP szerint ez is csak egy választási hazugság volt. 2000 négyzetméteres üres havastelek Veszprém versenyközpontjában szánkózáshoz jó jöhet. Csak néhány fa és bokor van rajta, és valahol a hó alatt egy alapkő. Itt novemberre már egy új mentőállomásnak kellene állnia. Egyelőre azonban nem, hogy az építkezés nem kezdődött meg, még kivitelező sincs. A település ingyen adta a mentőszolgálatnak a telket 5 éve, azóta nem történt rajta semmi. Az átadás, hogy az megtörtént, de az már az ősszel volt, és az az ígéret, hogy ebben az évben, tehát 2015-ben a mentőállomás megépül. Veszprém Varsany ugyanis minden mentőállomástól nagyjából 30 kilométerre van, tehát semmiképp nem tud negyed óra alatt kiérni ide a mentő. Ezen az interaktív térképen az látszik, hogy országszerte hová érhet ki a mentő negyed órán belül. Csak a színnel jelölt területekre. A többi világos folt az a Veszprém Varsánnyal együtt 1100 település, ahová esélytelen, hogy az ajánlott 15 percen belül elérjen a segítség. Másfél millióan élnek ezeken a területeken, valahol 3/4 órát is várni kell a mentőre. 6 éve kapott Magyarország 11 milliárd forintot az Uniótól, azért, hogy ezekre a területekre 22 új mentőállomás épüljön, 60 régit pedig felújítsanak. A miniszterelnök szerint ezek már tavaly tavaszra elkészültek. Az örömhírt Nagy Kanizsán jelentette be tavaly márciusban. 22 új mentőállomást építettünk, és 60 új mentőállomást újítottunk meg. Valóban épült mentőállomás, de mindössze egy. Ez a bátaszéki. A 21 másik település nagy részén még el sem kezdték az építkezést, ahogy a 60 régi állomás helyett is csak 13-at újítottak fel eddig. Márpedig, ha novemberig nem készül el az összes, akkor Magyarország elveszíti a 11 milliárd forint uniós támogatást. A szocialisták szerint a Fidesz hazudott a választási kampányban. Nagyon érdekes, hogy mennyivel hatékonyabban épülnek meg a stadionok Magyarországon, mint a mentőállomások, sok 100 milliárd forintért. Az országos mentőszolgálat azt közölte az RTL híradóval, hogy egyedül Zalalövőn volt probléma a mentőállomás építésével. A többi mentőállomás építése ütemezetten halad, és arra is felhívták a figyelmet, hogy az állomásoknak novemberre kell elkészülniük.